tizedik év végén felszállt a hajóra ez a Filoktétész, magával vitte a Herakléztól kapott íjat, a nyilakat, megérkezett Trójába, és az ő nyilával terítették le Páriszt, és ezzel Tróját bevették. Nekünk már nincs 10 évünk erre. Következik Gyurcsány Ferenc. Megerősítem, én nem vagyok Filoktétész. Engem Gyurcsány Ferencnek hívnak. Hiszek a szabad polgárok szabad Magyarországában. Miért tartja jónak, hogy Gyurcsány Ferenc külön évérték előtt tart? Miért te? Most miért kellene, hogy ő ne tartson? Miért az akadálya? Orbán Viktor évek óta 13 éve egyfolytában csinálja. Jó hallani egy másik oldali véleményt is szerintem az évértékelésről. Na már most, ami a MÁT illeti, a miniszterelnök és pártjának ajánlata tehát világos. Adj nekem hatalmat, hogy elvehessem a szabadságot, engedd, hogy szabaddá tegyem a feletted uralkodó államot, és kenyeret adok érte cserébe. Most szólok. Nem is olyan sokára azt fogják látni, hogy se kenyér, se szabadság. A Szocialista Párt egyik volt miniszterelnöke értékeli a politikai helyzetet, ez szerintem teljesen normális. Mi a Magyar Szocialista Párt felelőssége abban, hogy ma Orbán önkénye uralkodhat az országban? Legsúlyosabb társadalmi-gazdasági tévedésünk az volt, hogy 2002 és 2006 között erénynek hittük az osztogatást, majd ezt követően ugyancsak erénynek állítottuk be a korábbira kényszerűen következő megszorítást. Pártommal szembeni szenvedélyes vádbeszédem ugyan időlegesen politikai sikert hozott belül, hiszen megszereztem a reformokhoz szükséges belső támogatást, de egy árulást követően a drámai szónoklat gyilkos eszköz lett ellenfeleim kezében. Mi demokraták vagyunk. Lehet, hogy nem elég jó demokraták. Lehet, hogy időnként nem elég elvszerűek. De demokraták. A miniszterelnök megpróbál kiiktatni minden alkotmányos ellensúlyt. Nem tűr ellentmondást, korlátlan hatalomra tör. A volt miniszterelnöknek kötelessége is ebben a helyzetben megszólalnia. Vége a harmadik magyar köztársaságnak. Azt harsogja, bántják a magyart! Akkor most innen üzenjük neki. Minket nem bántottak, őt viszont igen. Nem kicsit, nagyon. Azt várjuk a miniszterelnöktől, és nem a gazdasági miniszterétől, hogy tegye világossá középtávú gazdasági programját. Nem az a családbarát politika, ha a kormány tagjai, a miniszterek, az államtitkárok és a kormánytöbbség parlamenti képviselői saját családtagjaiknak adnak munkát az államigazgatásban. Remélem, meg is szabja az utat nekünk. Nincs receptem csodára. Azzal szeretném kezdeni, hogy mire adnék több pénzt. Közfoglalkoztatásra, oktatásra, a tudomány és a kultúra világára. A kormány kultúrkamfot folytat. Gyomorforgató, amiként a jobboldal radikálisai, a kormánypárt politikusai kívánják szerkeszteni a Nemzeti Színház programját, és vérlázító, amikor európai kultúrpolitika képviselete helyett a színház igazgatója ellen megtorló jellegű, személyeskedő politikai bosszúhadjáratot folytatnak. Az meg egyenesen gyalázatos, amikor a miniszterelnök fogd meg emberei kompetensnek nyilvánítják magukat tudományos kérdésekben, vegyék le a piszkos kezüket Heller Ágnesről, Vajda Mihályról, Radnóti Sándorról és a többiekről. Nem zavar, ha ők Vas Albertet olvassák, de talán illene időnként belelapozni egy József Attila kötetbe is. Levegőt. A Fidesz legyőzni csak demokratikus, ellenzéki egységben lehet. Az MSZP-ben rendszerváltozás kell annak érdekében, hogy hatékony választ adhassunk Orbán rendszerdúlására, olyan párttá kell tenni, amely alkalmas arra, hogy befogadja az orbáni rendszer demokratikus ellenzékének nagy részét, de képes arra is, hogy együttműködjön a demokraták széles koalíciójában résztvevő más pártokkal és szervezetekkel. Tudja képzelni, hogy új pártot hozzon létre Gyurcsány Ferenc? El tudom képzelni. Nem az MSZP szétszakítására, nem a demokratikus ellenzéket tovább daraboló új párt alapítására, hanem az MSZP meglévő erényeire építő, hibáit, fogyatékosságait maga mögött hagyó párt átalakításra, és a párt átalakításával létrejövő új, balközép, demokrata párt létrehozására van szükség.
Nagyon remélem, hogy ebből nem lesz pártszakadás, hiszen a baloldalnak ma nagyon össze kellene tartania. Hogyha mégis az lesz, akkor ez kizárólag csak önös és Pityáner érdekek miatt lehet, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez nem fog felülkerekedni. Nem új pártot alapítunk, hanem az MSZP-ből csinálunk új pártot. Nekünk ő az a személyiség, aki tud irányt mutatni, és igenis követői vagyunk. Azt javaslom, hogy 2012-ben egy az 1989-es és hasonló változásokat hozó kongresszuson alakítsuk át az MSZP-t, és így hozzunk létre egy új balközép demokratikus pártot. 1989-ért, az új köztársaságért, a hazáért.